Folyamatosan érkeztek az emberek a szekszárdi Kiskorzó téren található kormányablakhoz és a Bezerédi utcai szekszárdi járási hivatalhoz is. Többen, mint ahogy kamerán kívül elmondták, az útlevelük vagy a személyi igazolványuk megújítása miatt érkeztek a hivatalhoz. Mások egyéb ügyben keresték fel személyesen a kormányablakot. Egyesek nem foglaltak időpontot, mégis gyorsan végeztek az ügyintézéssel. Hát egy kicsit várni kellett, de nem volt különösebben probléma. Foglalt időpontot? Kellett idő? Nem foglaltam. Mennyi időt várt? 2 percet. Ha időpontot is foglal az ember, például egy lejárt okmány megújítása miatt, még kevesebb időt vesz igénybe az ügyintézés. Ezt megtehetjük telefonon, vagy ha valaki rendelkezik ügyfélkapuval, számítógépen keresztül a magyarország.hu portálra kattintva. Ott az is látható, mely időpontok foglaltak már. Nézőink úgy tapasztalták, a segítőkész, készséges dolgozók minden információt megadnak telefonon annak érdekében, hogy a személyes ügyintézés még hatékonyabbá váljon, vagyis, hogy minden szükséges okirat okmány legyen nálunk. Mint megtudtuk, egy útlevél megújítása mindössze 15 percet vesz igénybe, és ha az ember előre foglalt időpontot, ez az időtartam nem hosszabbodik meg a várakozási idővel. A külföldi nyaraláshoz szükséges okmányhoz személyi igazolvány, lakcímkártya. Ha van, régi útlevél szükséges. Az ügyfél ezen kívül egy új lenyomatvételt követően távozhat a hivatalból. Az iratokat 2-3 hét múlva lehet átvenni személyesen.